Az országban összesen két olyan transplantációs intézmény van, ahol csontvelő átültetést végeznek. Az egyik ilyen a Miskolci Centrum. Az intézménynek most átadott 1 millió forint értékű eszköz megjeleníti a gyermekek életfunkcióit, így azok változásait könnyen nyomon tudják követni a szakemberek. Ez egy olyan betegőző monitor, és ez látható, hogy itt nem pénzbeli felajánlások történtek, hanem közvetlenül egy monitort adtak át nekünk, amelyik a, folyamatos megfigyelés biztosítja, hiszen ezek a betegek steril boxban élnek. A berendezés értéke 1 millió forint, beszerzését pedig az alapítvány a Rákos Gyermekekért szervezete vállalta. Varga Áronné az alapítvány elnöke a megyei sajtószolgálatnak azt mondta, három héttel ezelőtt meglátogatták a beteg gyermekeket Miskolcon, és tudják, hogy jó helyre került az adományuk. Nekünk mindig elsősorban a gyermekek gyógyulása fontos, hogy minél hamarabb elhagyják a kórházi osztályt és otthonukba gyógyulhassanak. Az alapítvány korábban 26 millió forint értékű csontvelő transplantációhoz használható életmentő műszert adott át a Miskolci kórháznak, illetve egy steril szobát is kialakítottak Nyíregyházán, amely a beteg gyerekek felépülését segíti.